Az idei kékszalag a klasszikusoknak írt verseny volt. Egy igazi klasszikus mégis hiányzott. A balatoni vitorlázás legendás alakja, Litkei Bence néhány héttel a nagy verseny előtt hagyta itt családját, barátait, versenytársait és rengeteg tisztelőjét. Az egykori olimpikon és sokszoros magyar bajnok életéhez méltón, győztes futam után a következőre készülve hunyt el váratlanul a vizen. Mindkét fia nagyszerű hajós, de a vitorlás társadalomban betöltött szerepét mutatja, hogy rajtuk kívül is sokan szólították egyszerűen apukának. Kaptam tőle egy olyan szeretetet, amit az ember csak az apjától kaphat. És azt ennél jobb apai szeretetet el nem tudok képzelni. A verseny közben is sokszor eszembe jutott. Ez az az időszak, amikor ő elment, amikor a legszorosabban vagyunk. Mert a kékszalag felkészülésben folyamatosan konzultálni szoktunk, és ez az első szalag, amit egyedül csináltam. De hát nyilván nem egyedül. Én azt remélem, hogy egy olyan festőművészre fognak emlékezni, aki korszakalkotó festőművész. Valahogy én ezt érzem benne, én ehhez egyáltalán értek. Nem vagyok se művészettörténés, se művész, de valahogy úgy érzem, engem annyira megszólít, amit ő csinál, és azt remélem, hogy másokat is. Tehát most van egy életmű, ami sokkal fontosabb, mint a vitorlázó életmű, én azt hiszem, és ebben nagyon bízom, és ez most élni kezdett, és elkezdett fényeket szórni. Mit jelentett számára a vitorlázás? Nekem mindent. A pihenést és a munkát is egyszerre. Ő abból volt sokkal szerencsésebb, mint én, hogy ott volt számára a művészet, amivel ki tudta kapcsolni az egyik szórakozását. És elment és csinált egy másikat. Nagyon szép élete volt. A Just a Gigolo. And just a gigolo, gigolo, everywhere I go, gigolo, people know the power gigolo, of the blues. Gigolo, 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 big Berber dance, gigolo, selling his romance, gigolo, oh, gigolo, oh, what a sin.